pontos idővel kezdeném. A felvételt 12:30-12:45 között szoktuk elkezdeni, 13 óra 29 perc van. Most miért emlékszem? Vajon miért? Mi történt? Hát megállítottak a rendőrök, ugyanis köröznek egy olyan autót, mint ami nekem van, ugyanabban a színben, ugyanabban a kivitelben, de szerencsére egy másik alvásszámmal, ahol egy karakter eltér, úgyhogy rendesek voltak a rendőrök, és főleg az volt az érdekes, hogy mindig van az igazoltató rendőr, meg van a biztosító, tudod, aki hátul áll, és odafigyel, hogy minden rendben történjen. Na hát mikor ő megérkezett, akkor már tudta, hogy kik vagyunk, hogy ő is a nézőink között van. Úgyhogy akkor neki szeretném megköszönni, hogy itt ültünk 3-4 órát, és elbeszélgettek a Manchester City-ről, és egy bűnözőt. Igen, viszont ha már itt vagyunk, egy gyors sztori, képzeljétek el, még a tesómnak udvarolt egy srác Zoli, és fehér kockaladája volt. És megkért, hogy fussak le valami kazettáért, mert ebből is látszik, milyen fiatal ember vagyok, és kerestem a kazettát, és mondom, milyen undorít, ilyen fehér, ilyen gyapjú ülés volt, nem is tudom, olyan nem illett a sráchoz, egy kis vagány srác volt, és akkor így egy idő után szerintem gyanús volt neki, hogy nem jövök, lejött, azt mondja, mit csinálsz? Ez nem az én autóm. És képzeljétek el, hogy ugyanazt az autót, egy kocka ladát, egy 1005-ös ladát nyitotta, és kettővel arrébb állt az Oli. Én már ilyet láttam személyesen. Láttam személyesen, hogy ez a régi típusú zöld Suzuki Swift, amit így rángatott a tulaj, és én meg ott röhögtem, és tudtam, hogy ott állt. Ez óriási egy. Hát figyelj, én úgy örültem, hogy nem jött le az igazi tulaj. Hogy de várjál, mert egyszer Lionel Messi is kijött az edzésről, és akkor nekik ilyen Audi Q7-esük volt így a Barca részéről, és nyitogatta a fehér Q7-es, és az Istenre nem akart kinyílni, és akkor azt hiszem, hogy Tiago sétált oda hozzá, hogy haver, az enyém, te ott állsz. Igen, egyébként ilyen, nekem is volt egy edzőbácsi, nem mondom a nevét, a szenilitásáról volt mindig híres, és rángatta a szállodában az ajtót, és mögött állt a kapusedzés. Mit szeretnél? Bemenni, egy szinten lejjebb laksz. De egyébként, bocs, Messinek könnyű dolga lett volna. Meg kellett volna nézni, hogy melyik kormány mögött van ülésmagasítva. Na kezdjünk. Ha alacsony lennék, akkor most nagyon megsértődtem volna, de nem vagyok alacsony. Nézzük a konferencia ligának az ágrajzát, és hát természetesen mondjátok el, drága vendégeim, Dávid és Geri, hogy melyik meccset érdemes megnézni ezek közül. Nem egy bonyolult ábra. Hát nem, az a... Még te is meg tudod fejteni ezt. Fogjuk rá. Figyelj, hogyha már az alacsonyságról beszélünk, akkor azt azért ki lehet jelenteni, hogy szerencsére nem alacsony egyébként a konferencia ligának a színvonal, és itt például az Aston Villa-Lille összecsapás, az tulajdonképpen konferencia liga döntőnek is be tudna illeszkedni, de azt hiszem az Olympiakos Fenerbahce itt a görög-török ellentét, azért ez komolyan kijöhet azon a találkozón. Ott lenne a Fradi, ha. Igen, tehát ha szurkolóként kéne elmenni valahova, oda jelentkeznék be. Nekem volt egy argentin-spanyol tanárom, és mikor megkérdeztem tőle, hogy Argentinában járt-e meccsekre, azt mondta, hogy törte a magyar, de nagyon ügyesen beszélt. Igen. Gergo, argentin bajnoki meccs, az vagy kórház, vagy temető. Nagyjából egyébként szerintem az Olympiakos Fener is ilyen lehet. Ugye az Olympiakos azért érdekes, mert volt egy 1-4-es vereség a Maccabi ellen, aztán meg hosszabbítás után 6-1-re fordítottak. Mindenki gondoljon bele, amit akar. Voltak rejtélyes összezuhanások és feltámadások, de az biztos, hogy jó lesz. Szerintem a Brűs PAOK is érdekes lehet. Ugye a PAOK a Dinamo Zágreb ellen tudott fordítani, és a második meccsen 5-1-re gázolták el őket. Illetve azért itt a Viktória Pölzen Fiorentináról is szerintem nyugodtan beszéltünk, főleg a Pölzen oldaláról, hiszen a cseh bajnokság első két Slavia és Sparta Praha mögötti helyét konstans el tudják foglalni, és azt úgy csinálják, hogy 60-70%-ban a keretet hazai játékosok alkotják, tehát azért mindenképp érdemes oda nézni, hogy kell saját nevelési tehetségeket építgetni. Amikor még úgy volt, hogy Dávid nem ér ide, akkor valamiért szóba került egy létra, de most menjünk a létrán egy fokkal följebb, nézzétek meg amúgy az Insta oldalunkon, hogy mire utaltam. És hát nézzük az Európa Ligában, miként alakulnak a párosítások, íme ez az ágrajz is. A Benfica-Marseille összecsapás talán kicsit felé kilóg a négy találkozó közül, Dávid? De ez is a színvonalról szól igazából, amikor fintorogsz, hogy hát csak a Benfica-Marseille mérkőzés az, ami itt az Európa Ligában itt van, itt a negyed
döntőben. Hát ugye mégis a Marseille az csak az elmúlt szezon bronzérmese a francia bajnokságban, hát a Benfica megerősen küzd azért, hogy ebben a szezonban bajnok legyen, és bőven megvan rá az esélye. Tehát, hogyha ez a leggyengébb párosítás, mit mondja többire? Akkor azt tudom mondani, hogy nagyon jó volt külön választani a konferencia liga csapatokat az Európa Ligától, mert végre nagyon magas színvonalat látunk ott is. Ennek a párosnak a nyertese majd Szoboszlai Dominikékkal találkozhat, ha legyőzik az Atalantát. És a kérdésed mire vonatkozik? Hát, hogy mit szólsz, melyiket várod izgalommal ezek közül, a meccsek közül? Hát szerintem a Benficát ugye láttam már. Megászolsz arra is, hogy minek öltöznél, ha te lennél Szoboszlai Dominik. Pincérnek, azért vettem fejét. De egyébként igen, kérünk valamit inni. Jó, igen. Rendben. Hozzatok nekem is egyébként. A Benficát láttam idén, szerintem tényleg egy kicsit lefelé lógnak ki ebből a nyolc csapatból. Azért itt a Milán-Róma olasz házi párosítás szerintem mindenképp érdekes tud lenni, de ha a nyolc csapatot meg kell nézni, akkor nehéz nem azt mondani, hogy itt a Leverkusen és a Liverpool azért torony magas esélyese ennek a sorozatnak, és ők ugye egy ágon is lesznek, tehát mindenképp ott akár egy előrehozott döntő is kialakulhat szerintem. Szegény Milán meg Róma úgy járt, mint a kézilabdában a Veszprém meg a Szeged, és ott a Veszprém jött ki győztesen ebből a párharcból, itt a Milán mellett szólnak a számok, mert ugye ha azt nézzük, a bajnokságban két meccs, két Milán győzelem. Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy abban az időszakban, a második Milán győzelem után lett José Mourinho elküldve igazából az AS Róma kispadjáról, és bár szerintem a Róma egyik lépett előre a labdás játékban minden tekintetben, mégis azt tudom mondani, hogy kellemetlenebb volt a Milánnak a José Mourinho féle AS Róma, mint a De Rossi féle AS Róma. A Milán akkor szenved főleg, amikor mélyen védekező csapatokat kell feltörni, és főleg akkor, amikor nagyon nagy százalékban odaadják a labdát a Milánnak, mert ez nem igazán áll neki jól. Ezt egyébként nagyon sokan csinálják ebben a szezonban, és nem is mindig jött ki igazából feltétlenül jól ezekből a Milán. Másrészt meg José Mourinhóra nagyon sokat lehetett kritizálni a bajnoki teljesítményére. A nemzetközire? Szerintem abszolút nem. És az mutatja azt, hogy az egyenes kieséses párharc, az mindig jól áll José Mourinhónak, amikor 1v1-be kell játszani. Az, amikor folyamatosan nyerni kell 38 mérkőzésen keresztül, az viszont már láthatóan nem. Akkor be kell tolni a buszt, még ha nem is az a De Rossi taktikája? Nem ez, de egyébként ugye az elmúlt hetekben azért játszott úgy, hogy kevés helyzetet engedett az ellenfeleknek, tehát itt volt egy római derbi, amit 1-0-ra nyertek meg, Sassuolót is szintén 1-0-ra győzték le, mindkettő otthon, és mindkettő úgy, hogy egyébként nem engedtek nagy helyzeteket az ellenfeleknek, de ők sem dolgoztak ki hihetetlen sokat, tehát egyes XG alatt maradt a Róma mindkétszer. Szerintem egyébként ahhoz képest nem kezdte alacsony színvonalon a római munkáját De Rossi, de én meccselésben azért látok fejlődést, tehát az igazából még nem derült ki, hogy ilyen oda-visszavágós párharcokon, egyenes kiesésben De Rossi mit tud. Én szerintem nem feltétlenül lesz azért sokkal tehetségtelenem ebben, mint Mourinho, mindazzal együtt, amit Dávid is említett, hogy Mourinhótól ezt nem szabad elvenni, hogy ezekre a tavaszi hadjáratokra azért nagyon felkészítette a csapatait minden évben, és amikor ilyen nagyon kiélezett helyzetekben van, az jól áll a Rómának. Szerintem ez egy kifejezetten szoros meccs lesz. A Milánnál pedig nyilván az lehet pozitív töltet, hogy kb. Biztosnak mondható azért nagyjából a második hely, és az elmúlt 6 meccsen ugye veretlenek a bajnokságban, volt 5 győzelmük, tehát végül is egy nyugodt hangulatban készülhetnek, mert szerintem ugye a minimum célok már nagyjából megvannak ebben a szezonban. Kiegyensúlyozott tehát a Milán, és hát mi az, ami még mellettük szólhat? Dávid, ugye nyilván Rafael Leao kreativitása? Igen, és valószínűleg lesz neki területe, ugye neki is egy kicsit átalakult a játéka erre a szezonra, sokkal inkább előkészítő szerepet vállalt, de szerintem pont ezért, mert kénytelenek voltak igazából bevállalni ezt a szerepet, és hát a Rómának viszont a jobb oldali védekezése a gyengébb, ott ugye most nem tudjuk, hogy Cserik vagy Karsdorf fog ellene védekezni, de egyiknél se érzem azt, hogy hát ez egy sima mérkőzés lesz a Róma szempontjából.
Megyünk tovább Leverkusen-West Ham, és hát szerintem, hogy valaki nem követte Leverkusent a nemzetközi kupában, az meglepődik azon a mondaton, ami most elhangzik tőlem, hogy nagyon közel álltak a kieséshez az előző körben, mert hát a bajnokságban megszárnyalnak, gyakorlatilag már salátástától is adhatjuk nekik lassan. Hát ez a hétvégén kiderül, hogy megkap. Tehát, hogyha a hétvégén nyer a Leverkusen, biztosan bajnok lesz, de akkor is, hogyha a Bayern München-en megegyező pontot szereznek, akkor is bajnok lesz, ami óriási teljesítmény. Szóval lehet koncentrálni az Európa Ligán. Ez könnyebb lesz nekik innentől, hogy most már a bajnokságban nem azt mondom, hogy hátradőlhetnek, de hát nyilván a nagy dolgok eldőltek. Szerintem itt lesz még nagy teljesítmény a Leverkusentől, ugye a kupadöntő is nagy rész nekik áll, és nekem mindig furcsa adat egyébként, hogy soha nem nyert még Bundesligát a Leverkusen, ugye már 5 alkalommal voltak másodikok. Most kikeverték a gyógyszergyárban a na most aztán adagot. Tényleg, és azt lehet látni, hogy amilyen intenzitással mentek bele a Karabag elleni párharcba, volt két számukra szerencsétlen elfutás a Karabag részéről, ami két helyzetet be is verték, és nyilván úgy ember előnyben azért könnyebb volt beszorítani őket, de az biztos volt, hogy 2 percenként, tehát futószalagon érkeztek az ittszerek a Leverkusen előtt, és ugye van itt egy Schick nevű csatár, akit egyébként nem akarok mutogatni, de valaki már elküldött volna a téli átigazolási szezonban, hogy váltson csapatot, azóta van 3-90 pluszos gólja. Bár azért hagyjuk meg a lehetőséget, ha már itt van köztünk. Jaj, tényleg, igen. Szerencsére Viktor Boniface már játszott a kupa mérkőzésen, és a hétvégi bajnokin is beállt, úgyhogy lehet, hogy ő fog már kezdeni itt a West Ham elleni találkozón. Nem Schick? Hát ő a szupercsere. Nem Schick dicsérni Schicket? Schicknek a feltámadása azért, tehát ha ezt Geri megmondta ő, hogy figyelj Dávid, ez a csávó, ez úgy fel fog támadni, és hidd el, meg fogja kapni a lehetőséget. Nem, emlékszem, ahogy kinézett a téli átigazolási szezonban, ezt senki nem látta előre, csak Geri. Nem, én úgy emlékszem, hogy Péter azt mondtuk, hogy most igazából, mivel Boniface hosszabb időre kiesett, nem lenne érdemes klubot váltani, és igazából ez az opció jött be. West Hamről is egy pár szó, ha túlélted ezt a kizrikát. Igen, szerintem a West Ham pont azt fogja csinálni egyébként, ami nem biztos, hogy a legkellemesebb lesz igazából, hogy vissza fog állni, mélyen védekezni, és kontrákból próbál majd rámenni a Leverkusenre. Ez a Freiburg elleni visszavágon nagyon jól rült, csak hát itt 3 belső védő van igazából, és szerintem ilyen szempontból biztosabb lábokon áll a Leverkusennek a védekezése, de ez közel sem lesz egy könnyű mérkőzés a Leverkusen számára. Mert csak azért sem egyébként, mert tényleg milyen védekező csapat a West Ham, de mindezek ellenére nincsenek jó védekező számaik. Tehát 32 meccs után 61 fölött van az XG-jük, ugye a saját kapu előtt, tehát a meccsenként 2 kapott gól sem lenne nagyon irreális vagy eltúlzott, és az 56 kapott gól a bajnokságban, annál csak 4 csapat teljesít rosszabbul a Premier League-ben. Én itt erőteljesen azt érzem, hogy bőven sebeállózóiknak áll a zászló. Itt egyébként van egy tényező, amiről mindenképpen fontos beszélni. A pontrugások ebben a Leverkusen is nagyon jó, meg a West Ham is nagyon jó, mind a támadás, mind a védekezés tekintve. Könnyen lehet, hogy ez fogja eldönteni majd a párharcot. Azt nem tudom, hogy a Netflix forgatott-e szezon közben, mert ugye triplázhat a Leverkusen kupa bajnokság, és hogyha megnyerik az Európa Ligát, akkor az nagyon szépen mutat, de aki ebben megakadályozhatja őket, az nem más, mint Szoboszlai Dominik csapata, hogy így mondjam, a Liverpool. És hát természetesen azt megszokhattuk, hogy az elben eddig Klopp sokat rotált. Szoboszlai edzője. Igen, Szoboszlai edzője, bocsánat, rosszul mondtam, sokat rotált, de ez már talán az a szakasz, ahol nem lesz annyi rotáció? Itt a Liverpool Atalanta meccs után lesz majd sívszó után, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a kezdő összeállításával kapcsolatban, főleg úgy, hogy hát a hétvégén azért nem sikerült élen maradni, mondjuk így. Én azt gondolom, hogy rotálás nem lesz, de az elképzelhető, hogy amit láttunk a Manchester elleni bajnokin is, hogy ezek a 60. perc környékén eltervezett cserék, ezek be fognak következni, és lehet, hogy így próbálja forgatni a csapatát egy kicsit Jürgen Klopp, de én azt gondolom, hogy kénytelen a legerősebb kezdővel neki menni az Atalantának, mert azért ők sem kutyaütők. Válaszol, Dávid Szoboszlai akkor kezdő. Valószínűleg egyébként a felépülése óta ugye 4 bajnokin kezdő tagságot kapott, és ugye a Sparta elleni második meccsen is a kezdőcsapatban találta magát. Ráadásul, ha megnézzük azt, hogy a Sparta elleni első meccset követően sem rotált bele olyan nagyon Jürgen Klopp, nem tudom, félt, hogy
Sparta Praha feltámad és hirtelen megtáltosodnak. És volt jogos a félelme. 4-5 gólt, és ha hozzáveszük ehhez azt, hogy áprilisban azért 8 tét meccse van a Liverpoolnak, szerintem az kicsit hazárdjáték, hogy ilyen számok mellett nem nyúl bele a kezdőbe, de látva ezt, hogy a két Sparta elleni meccs között nem nagyon rotált, így élek a gyanúpa erre, hogy valószínűleg a következő hetekben sem fog nagyon. Ez tényleg annyi a kérdés, hogy sérülésekben, fáradtságban valahol visszaüt-e. Atalantának mi az, ami esetleg nehézséget okozhat, vagy mi az, ami mellettük szól? Ugye Kerekesnomi kollégám mondta, hogy azért itt az egy izgalmas kérdés, hogy fel tudja venni egyáltalán a középpálya a harcot. Hát itt szerintem a középpálya rendben van, én inkább a védelem miatt aggódok, Scalvini sérülése az, ami a legnagyobb baj igazából az Atalanta részéről. Tehát akkor védekezés... Szalályos tartása. Hát ugye jobb oldali belső védőt játszik, tehát inkább Luis Diaz-zal találkozott volna egyébként nagyon, nagyon sokat, de hogy persze a védekezés, de a játékban való építkezés, ezek mind-mind nagyon-nagyon fontosak, ugyanakkor meg az Atalanta borzasztóan veszélyes lesz, mert az átmeneteket tekintve, ebből lehet egyébként nekik, hogy nagyon gyors támadásokat vezetnek, ebből lehet egyébként alapvetően veszélyes a Liverpool kapu. Na, megyünk a BL-re, a Bajnokok Ligájára, és hát elképesztő izgalmak, azt gondolom, ezt nyugodtan kijelenthetjük itt a legjobb párosítások a táblán. Hát nagyon érdekesen alakultak az ágak, és kijelenthető, hogy a 4 legerősebb együttes került egy ágra, míg a másik ágon kevésbé esélyes csapatok? Közül valaki ott lát a döntőben? Hát a 4 leginkább esélyes csapat került igazából az egyik oldalra. Most itt lehet azon vitatkozni, hogy a Paris Saint-Germain bevére a legjobb 4-be, vagy nem esélyek tekintetében, de hogy brutálisan erős tulajdonképpen az Arsenal, Bayern München, Real Madrid, City egy ágon futni, azért az nagyon-nagyon kemény elődöntőt is, meg mindent. Meg ugye negyed döntők egésze, tehát én nem nagyon emlékszem az elmúlt években olyan top 8-as kiírása, amikor ennyire nem volt alul teljesítő, vagy meglepetés csapat. Akár 1-2 azért beszokott csúszni-kúszni, ez most elég egységesnek tűnik. Hát most a meglepetés csapat az Atletico Madrid, de hogyha az a meglepetés, tehát az a meglepetés, hogy ők nem jutottak, vagy ők jutottak túl az Interen. Igen, ha még egy Interrel ez meg lenne fűszerezve, az még durvábbnak tűnik. Akkor maradjunk is az Atletico Dortmundnál, mennyire fontos szerinted, Dávid, itt a hazai pálya előnye? Itt ugye nagyon fontos az Atletico szempontjából, hogy ők kezdenek hazai pályán, mert ez azt jelenti, hogy nem ülhetnek rá igazából a mérkőzés, mert nagyon fontos, hogy a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában azért másik arcát mutatja a Simeone csapata. A bajnokságban sokkal támadóbb szellemi felfogással játszanak, a Bajnokok Ligájában azért láttuk idén is, főleg az Inter ellen is, mélyen védekezni. És menniük kell tulajdonképpen a Dortmund ellen, hát és igen, mindkét csapatnak olyan a stadionjának a légköre, ami nagyon sokat hozzá fog tudni adni. Úgyhogy itt szerintem mindenképpen vezetés kell szerezni az Atletikónak, hogyha tovább szeretnének jutni. Menjünk vissza az időbe egy kicsit az Inter elleni csatára, mert én azt gondolom, hogy ott azért előzetesen nem őket vártuk továbbjutónak. Mi szólt mellettük, ha visszaemlékszel? Szerintem az, hogy egyrészt az, hogy a visszavágón Griezmann tudott játszani, tehát szerintem ez volt a kulcs, meg a nulladik lépés. Ha ő nem tud játszani, láttuk előtte 2-3 bajnokin az Atletit, hogy néztek ki labdás fázisokban, helyzetek kialakításában, azok befejezésében, tragédia volt. Tehát ha egyébként azt a pár harcot fordított pályaválasztói sorrendben játsszák le, én biztos vagyok benne, hogy 10-ből 8-szor az Inter ment volna tovább, vagy mondjuk ha azokat a helyzeteket, ami mondjuk Marcus Thuram előtt adódik a második meccsen, azt értékesítik, akkor sem gondolom, hogy visszajött volna az Atleti, vagy tovább tudott volna jutni, de az biztos, hogy a hazai pálya azért tud nekik nagy löketet adni, erről már beszéltünk többször is, és ebből a szempontból nem kedvező, hogy a második meccset a Dortmundban fogják játszani. Az, hogy az első meccsen az Inter ellen szerintem gyakorlatilag lefociszták őket, és ugye bejött az is, amiről beszéltünk, hogy az Atletinek a védelme az meg sem közelíti azt a színvonalat, amit az elmúlt 8-10 évben megszoktunk tőlük. Ugye mondjuk az elmúlt 2 év az, ami hiba a Matrixban. Tehát most 35 kapott gólja van az Atletinek. Ez a Mallorca, az Alaves, illetve a Betis szintje. Tehát ezek a csapatok kaptak hasonló mennyiségű gólt a spanyol bajnoki kiírásban idén. Szerintem ez már azért sok mindent elárul az Atleti jelenlegi védekezéséről. Hát jön egy fiatalos, lendületes Dortmund, mire mennek akkor a lassabb védők? Ez nagyon fontos, tehát hogyha letámad az Atletico Madrid, amit a bajnokságban nagyon sokszor csinál, akkor az a veszély, hogy
hogyha ezt a letámadást sikerül eltjátszani a Dortmundnak, akkor abból lehetnek veszélyes helyzetek. Sancho az egyik oldalán, az Ayemi a másik oldalon, azért bennük van igazából a sebesség, fülkugra is igazából mehet, lehetnek a felpasszok, és a másik labdákra is lehet igazából játszani. Szóval több opció van is, ahol a Dortmund meg tudja nyerni tulajdonképpen ezt a mérkőzést. Nem tudom, hogy az Arsenal Bayern München mérkőzésre rákanyarodva mennyire ijedős most az Arteta csapat, ha nézték a Bayern Münchennek a legutóbbi bajnokiát. Hogyha a múltjukat nézzük, akkor azért akár összerezzenhettek. 2015-ben a csoportkörben találkoztak Londonban, 2-0-ra az Arsenal nyert, de aztán jött egy 5-1-es kiütéses vereség Münchenben, 2017-ben pedig a 8-döntőben csaptak össze. Az eredmény ismerős lehetett, a Bayern 5-1-el intézte mindkét meccset, de az egy másik Bayern volt? És egy másik Arsenal. Szerintem a 2015-ös Arsenal az nem volt egy rossz csapat, a 2017-es az már kevésbé volt jó, de főleg a 2015-ös Guardiola féle Bayern München az borzasztóan erős volt. Egyébként 2017-ben a Jupp Heynckes volt a Bayern vezetőedzője, az is sokkal erősebb Bayern volt, mint a mai, úgyhogy persze az emlékek rosszak, de hozzá kell tenni, hogy ez a mostani két csapat azért sokkal-sokkal közelebb van egymáshoz, mint a bármelyik másik két összecsapást. De vérzik a vad, azt azért kijelenthetjük, nem néz ki jól München. Nagyon nem, és ugyanezt beszéltük a Bayern München-Láció meccs előtt is. Tehát főleg az első meccset követően nem volt azért teljesen egyértelmű, hogy ezt könnyedén meg fogja nyerni otthon a Bayern. Jelen pillanatban, hogy ki van jobb lendületben, az teljesen egyértelmű, hogy az Arsenal. A Bayern évek óta nem engedte ki a salátást tehát a kezéből, most meg az, hogy azért itt áprilisra, most április a hivatalos lesz, hogy elbukják, és a február-márciusban mindenki tudta, hogy nem lesznek német bajnokok, azt szerintem már bizonyos szempontból beárazza az idei teljesítményét a csapatnak. Itt a vadvérzésre még szeretnék kicsit reagálni, mert hogy tulajdonképpen az van, hogy amikor nem vérzik a vad, akkor belső vérzése van, mert hogy itt a Heidenheim ellen is tulajdonképpen egy teljesen sima mérkőzésnek tűnt az első fél idő. 2-0-ra ment a Bayern München, és úgy tűnt, hogy itt semmiféle változás nem lesz. És az, hogy a Bayern egy ilyen meccset nem tud lemenedzselni, tehát szerintem ez ebben van igazán nagy törés. Abszolút, és hogy kaptak egy gólt, és ugye egy percen belül még egyet, mert hogy teljes összerezzelés volt már attól, hogy a Heidenheim szerzett egy szépítő találatot, és utána még egy gólt kaptak, és pánik. Pánik tört ki tulajdonképpen a Bayernnél, és igazából ez az, ami borzasztóan aggasztó, hogy szerintem ez pont az a párharc, amit a Real Madrid nyert meg a Paris Saint-Germain ellen, hogy úgy tűnik, hogy minden rendben van. Aztán lehet, hogy jön egy rossz megmozdulás, egy rossz periódus, most nyilván nem Donnarummától fog jönni, de mondjuk jöhet Urejktől mondjuk egy ilyen rossz megmozdulás, és az Arsenal lepofozhatja, tulajdonképpen végre letudhatja igazából a párharcot, csak kell egy ilyen megingás a Bayern részéről, és bőven benne van a csapatban. Maradjunk is akkor egy kicsit a németeknél. Tuchel személye, nyilván ez egy mindig örök téma, hogy azért vannak vitái, nem mindenkivel van enyhén szólva jóban. Mennyire tudja szerintetek ilyenkor az öltözőben legalább a respektet fenntartani, a légkört, hogy ne essenek teljesen szét itt a szezonnak, még messze a vége? Semennyire. Nem tudja. Tehát, hogy amelyik öltözőben rend van, ott sorozatosan nem jönnek ilyen fordítások, kiegyenlítések, kontroll alatt tartott meccseknek a kiengedése. Ha egy öltözőben rend van, és mindenki tudja a dolgát, és mentálisan is éles és fókuszált az egész keret, akkor egyszer-egyszer persze előfordulhat, de hát az elmúlt hetekben, hónapokban bőven volt példa a Bayern Münchennél arra, hogy kicsúszanak a kezeik közül a dolgok. Tehát nagyon, nagyon nehéz, és itt van ez a hatos problematika. Na, beszéljük a Kimichről, igen. Na, igen, tehát ez egy éve deklaráltan probléma, és ugye nyilván, amikor először beszélt erről Tuchel, hogy neki ezen a poszton erősítés kellene, az egy jó muníció volt az újságíróknak, hogy állandóan kérdezgessék, főleg a transfer időszakon. Na, ez a probléma megoldódik? És akkor kell még? És ugye kell még? Tehát a két héttel ezelőtti interjú az még mindig érvényes. Persze Tuchel kétszer-háromszor elmondta, hogy igen, problémánk van ezzel a szerepkörrel, de ha minden kötél szakad, akkor itt van nekünk Alex, és meg tudja oldani. Ugye gondolt itt Pavlovicsra, aki egyébként tényleg itt tavasszal nagyon kemény, hogy berobbant, és úgy tűnt, hogy megoldja ezt a posztot. De amikor nincs, akkor sincs Kimich.
Hát van Kimmich, tehát, így, tehát ez a baj, hogy Thomas Tuchel nem egy olyan hatosba gondolkozik, ahogyan Kimmich tölti fel ezt a hatos pozíciót, hanem inkább egy olyan, mint Pavlovics. Sokkal több ütközés, sokkal több labdaszerzés, és kevésbé ez a lassú labdajáratás, amiben Kimmich nagyon jó. Ugyanakkor meg szerintem Kimmich, mint jobb hátvéd, ez nem az ő posztja, de szerintem egészen jól feltölti. Persze ez kényszer, mert hogy Mazraoui is sérült, de hogy szerintem egészen jól néz ki ebben, és szerintem, hogy a Goretzka-Pavlovics duót egymás mellé tesszük, akkor nincs hatos poszt probléma. A baj az, hogy nem biztos, hogy van Pavlovics. És akkor, hogyha a Goretzka-Laimer páros, az már más. Laimer sokkal közelebb áll játékstílusban Kimmichhez, mint Pavlovicshoz, és ez igazából probléma alapvetően a Bayern közepén. De akkor Kimmichet semmiképp nem tennétek vissza a hatosba? Hát, mindegy, hogy mi mit csinálnak, mert Thomas Tuchel nem fogja, visszatenni, és így van. Ez az szerintem már kifejezetten a németes konoksággal, tehát ez már ilyenkor üzenet a vezetőség felé is, hogy én megmondtam már szezon elején, hogy nem ott szeretném ezt a játékost játszatni. Be kell mennénk az elnöknek az öltözőbe, gyerekek. Igen. Ilyet előfordul az Észak-Ország részben, látunk ilyet Magyarországon. Igen. Bemész és elmondod, hogy ki miért nem játszik. Na menjünk át az ellenfélre. Azért az Arzenálnak, meg ez a kupaporond, az nem ugyanolyan, mint a PL. Azt azért láttuk a Porto ellen, nem? Az nagyon kemény mérkőzés volt igazából mind a kettő. De nem vártam, nem? Tehát, hogy vártad te, hogy ennyire kemény lesz? Hát az, hogy ennyire kemény lesz, azt nem vártam. Nyilván a Portót feltörni nem egy egyszerű sztori, ezt Barca szurkolók is tapasztalták azért, de hogy igen, azzal lehetett számolni, hogy mivel fog készülni a Portó, de tulajdonképpen az odavágón, ott ez alapvetően egy defensív masterclass volt, ami egy szerencsés góllal igazából eldőlt, és onnan nagyon nehezen jött vissza az Arzenál, de visszajött, ezt értékelni kell, és szerintem ez pont másik irányba történik igazából a csapatnak a belső mentalitása. Tehát itt pont az van, hogy na, ha őket is megvertük innen, akkor miért ne verném meg a Bayern? Miért ne tudnánk megnyerni? Tavaly elveszítettük a Premier League-et, de most miért ne tudnánk idén megnyerni? Tehát pont ez az egy felfelé jövő csapat van az Arzenál részéről, a Bayern részéről, pont ez az egy ilyen összefelé hulló. Saka és Kane, hogy kerül ugye egy lapra? Hát a pályán kevésszer néznek egymással a farkas szemet, de mi most összehasonlítjuk az eddigi teljesítményük alapján őket a Bajnokok Ligájában. Íme látható a statisztika, mi az, amit hozzátennétek. Ugye Kane ugyan több gólt szerzett, de általánosságban Sakának van nagyobb hatása a csapatjátékára? Ez nehéz, tehát ha valakit nem szabad negatívunként kiemelni a Bayern szempontjából, akár bajnokság, akár BL, az pont Harry Kane, mert ő az, aki folyamatosan megrudossa a maga gólját, egy nagyon jól vesz részt a csapatjáték. Trófea szerzőképesség az elit. A trófea? Szegény, de Akarok hinni a Harry Kane átokban, nem akarok hinni ebbe, de nem látod? Akarok hinni, de lehet, hogy van ebbe valami. De legalább el tudott menni télen kicsit pihenni. Igen. Na most ez az összehasonlítás egy nagyon kicsit alma és körte esete egyébként, mert ugye a pálya vagy a támadó harmad nem ugyanazon részén játszanak, de ugye egy Saka szerepkörében azért volt változás, mondjuk az őszi szezonhoz képest, hogy egyre többet mozog be boxon belőle, és a Porto elleni visszavágón nem csak a támadó harmadban, hanem a boxon belül is neki volt a legtöbb érintése. Tehát, hogy kire jönnek ki leginkább a helyzetek, ott azt lehet mondani az Arzenálnál, hogy Saka itt top 1 megoldás, vagy megfejtés lehet. És ha a topligák egészét vizsgáljuk, és itt akkor mégiscsak bele tudjuk vonni ebbe az összehasonlításba Kane-t is, az XG plusz XA kombináció, tehát az, hogy a támadó harmadban milyen minőségű helyzetekbe kerül az adott játékos, hozzáadva azt is, hogy milyen minőségű helyzeteket alakít ki, ez a legfontosabb kombináció valószínűleg a támadó harmadban a befejezésekben. A topligákat tekintve Kane a harmadik és Saka az ötödik. Tehát annyira elit szintet képviselnek az öt legerősebb bajnokságban, hogy ez a számok nyelvén is abszolút megmutatkozik. Tipp akkor, vagy valami, hogy látjátok ezt a párharcot? Szerintem az Arzenál egyébként valamivel esélyesebb, mint a Bayern München, de nem merem a Bayern, nem mindig azt mondani, hogy teljesen esanztalan lenne ezen a találkozón. Hát, ha csak ezt a londoni meccset nézzük, akkor azt mondom, hogy szerintem az Arzenál esélyesebb, pláne látva most a mentális állapotát a Bayern Münchennek, de ha ez egy szoros meccs lesz, akkor ezért odahaza bőven nem lefutott ez a sztori, sőt.
Szerdán a PSG-Barcelona meccsről természetesen lesz sipszó után, illetve a mérkőzést követően, úgyhogy mindenképpen majd figyeljétek azt az összecsapást is, és most a múlt idézésnél azt gondolom, hogy úgy korrekt, ha átadom Dávidnak a szót, 2021-nél járunk. De szemét vagy, ez most ez a 4-1-es vereség, meg aztán az 1-1-es hát visszavágó. És az Mbappéra biztos jó szívvel emlékszem. Persze, persze. Hát, ugye akkor még Ronald Koeman volt a Barcelonának a vezetőedző, és ő találta ki azt, hogy milyen jó lenne majd a Paris Saint-Germain úgy védekezni, hogy Sergio Dest lesz, aki majd egy-egybe felveszi majd Kylian Mbappét. Nem láttuk az eredményét, és ugye úgy nézett ki a belső védő trió, hogy Oscar Mingueza, Frenkie de Jong a védelem közepén, Langley a baloldali belső védő, Jordi Alba pedig a baloldali szárnyvédő. Hát nem nagyon működött a védekezés, azt nyugodtan ki lehet jelenteni. Ez melyik, ez a 4-1-es meccs? Ez az 1-1-es visszavágó. Ja, az 1-1-es visszavágó. Ugye a 4-1-es meccsen ott Piqué játszott. Ott Piqué volt. Hát tulajdonképpen az volt az a meccs, ahol végérvényesen kiderült Piquéről, hogy szegénynek hát a sebességbeli korlátok azok már nem biztos, hogy elegendők lesznek a top szinthez. De Langley is diktálta az ütemet neki, nem? Ott már nem a Shakira diktálta az ütemet. Dehogy nem. Mindig ő diktálta. Tudjon, az volt a probléma, hogy Mbappének a lendületes megindulásaira az volt a válasz, hogy hú, Sergio Dest jól fut, sokat fut, gyorsan fut, csak nem tud védekezni. Piqué meg nem tud gyorsan futni, de egy az egybe sem tud már védekezni, úgyhogy igazából ez volt itt a probléma. Ott teljesen sanszalom volt a Barcelona, de tegyük hozzá, hogy szerencsére, ha valahol megerősödött a Barcelona, az pont ez a poszt, és én azt gondolom, hogy Jules Koundé lesz ráállítva egyébként majd Kylian Mbappéra, és hát egyrészt azért, mert a francia válogatottban ismerik egymást, tulajdonképpen sokszor ugye együtt edzenek, tehát valamilyen szempontból fel tud el készülni, és Jules Koundé nem lassú, nem ő a szupergyors, de nem lassú védő, és alapvetően szerintem ő az, aki képes arra, hogy le tudja őt védekezni. Biztos, hogy lesz olyan, amikor el fog menni mellette, de valamilyen szinten azért féken tudja tartani Kylian Mbappét. Megnézhetjük amúgy közben, Geri, miatt megszalsz az Mbappé statisztikáit is a BL-ben, és hát akkor azt hallottuk, hogy Dávid szerint ki az, akit ráállítanak. Te mit gondolsz erről a történetről? Azért vagyok bőszintén, majd a Barszával, ha igazak a hírek, akkor nyártól egész sokat fog találkozni, úgyhogy elkészülhet. De most még nagyon érdekes. Igen, állítja a Katalóniában nyaral majd. Van távolsági busz. És Madridban száll le a repülőről. Értem. Ott száll át. Tehát, hogy a jobb hátvéd ki lesz a Barcelonánál a nagy meccseken? Ez mindig nagy kérdés, és az elmúlt években El Clásicókon rendre az volt a megfejtés, hogy Vinicius Juniorra ráállítják Araújót. Aki fejpárbajokban széttörte, előrefelé védekezésben, presszingelésben, sokszor megverte, nehéz volt leforogni róla, és legutóbb, ha jól emlékszem, valóban ugye Koundé játszott jobb hátvédet, tehát simán lehet az, hogy ez fog bekövetkezni, amit itt Dávid mondott, de szerintem, látva az elmúlt El Clásicókat, nem feltétlenül lenne ördögtől való Araújót megint ilyen eseti jelleggel kitolni a jobb oldalra, hogy ott mit tud kezdeni. Nyilván egy az egyben állandóan levenni Mbappét lehetetlen. Tehát az, hogy neki van 4,5 lövése meccsenként, míg a Paris Saint-Germain, aki a következő ebben a rangsorban, az Gonzalo Ramos a maga 2,6-es adatával. Kicsit van, persze one man show jellege ennek a PSG-nek, elég ha a gól assist számokat megnézzük, de tulajdonképpen Mbappé az a clutch player, aki ezeken a nehéz találkozókon aztán bőven elbírja a terhet, és rápakolhatsz akármennyi zsákot, az nem lesz neki nehéz. Ugye a nyolcaddöntős párharc során megduplázta addig góljainak számát, tehát hármat szerzett a csoportkörben, és hármat az egyenes kieséses szakaszban. Nyilván kijelenthetjük, hogy elkapta az a bizonyos gépszé, viszont itt nagyon nagy kérdés a gólpassz. Ez a társak hibája, hogy abban nem jeleskedik? Vagy önző? Nem, hát egészségesen önző, ezt azért el lehet róla mondani, de hogy azt mondod, hogy önző, mint kellene? Lehet, egyébként nyilván ez addig tart, amíg berúgja a helyzeteket. Most ugye a kupa elődöntőn a Rennes ellen is egyedül vágott befelé cselezés után volt egy megpattanó lövés, az gól. Hát amíg ezek ilyen végeredménnyel zárulnak, addig persze azt mondjuk, hogy egészségesen önző. Majd amikor már 5 zicsert elront, amit látva az elmúlt éveket nem volt fog ilyen előfordulni, akkor majd a számegyenes egészségtelenebb vége felé fog ez az önzőség közelíteni. Egyébként tehát, hogy valóban ráépül a Paris Saint-Germain-nek a csapatjátéka és a támadóját, meg egyébként a védekezés is úgy van felépítve, hogy Mbappét lehetőleg
minimálisan használják, vagy fogyassza akkor az energiáját, ez igaz, de egyébként én nem érzem azt, hogy ne készített volna elő, mert a 3,7-es XXAG mutatója, hát az azt mutatja, hogy be kellett marugni azokat a szituációkat, amik nem feltétlen mentek be, de csoportköreiként bőven erről szólt a Paris Saint-Germain, hogy lettek volna helyzet, és be kellett volna rúdosni őket. Most már nézőinket egy kicsit bevonnám a műsorunkba, mert hallom, hogy Geri végig bapézza már minden adásban. Milyen bapézzuk? Most akkor hogy kell őt helyesen? Mondom ezzel, mi az én hivatalos álláspontom. Ugye Krisztóf, aki volt már kint Paris Saint-Germain mérkőzésen, és ott helyben meghallgatta, hogy hogyan a Paris Saint-Germain szurkolók, tehát hogyan mondják jól, mondjuk az ő nevét. Tehát én egészen addig, amíg ő nem mondta azt, hogy Párizsban a Paris Saint-Germain szurkolók nem úgy mondják, hogy Mbappé, és bappéztam, de mire ők azt mondták, hogy Mbappé, ezért én tiszteletbe tartom a párizsi szurkolókat. Ezt a sikert kaptad, parancsolj. Ja, jó, rendben. Hát nyilván egyébként a kiejtés kapcsán ez lehet egy irányadó narratíva, nekem így egy kicsit most könnyebb, megvallom az őszintét, meg ugye hát ez nem egy tipikus és nagyon hivatalos francia név, nyilván emlékszünk még a Mboma, illetve Mpenza nevekre, még a 2000-es évek elején, ugyanezeket a vitákat mindenki lefolytatta. De figyelj, úgyhogy... könnyen megjegyzed, az MB1-ről. Oh, az is M, nem N, okay, az MB1. Okay. De egyébként Krisztóf miatt én Griezmann-t már Griezmannozom, aztán én már is hallottam egy csomó franciától, hogy mégiscsak Griezmannozzák, úgyhogy köszi Krisztóf a semmit. Vagy nem tudom, hogy akkor most tényleg ott mi az irányadó. Krisztófnak ilyen welcome-ja van, hogy most visszatér a hot topic-ba. Na mindegy, szóval Luis Erikéről mondta Dávid, hogy beszéljünk, hát ő egy kis piszt akar, egy kis békét, mert már elege van abból, hogy mindig az Mbappé jövőjéről kérdezik. De hogy lehetem úgy egy ilyen környezetben úgy dolgozni, hogy kb. Ugyanazokat a kérdéseket kapott folyamatosan? Hát ugye nehéz, és tulajdonképpen alakul is egy kisebb fajta feszültség egyébként Luis Enrique és Mbappé között, ugyanakkor meg Luis Enriquet megértem, tehát Mbappé távozni fog, ezt nem mondhatja ki hivatalosan, de mindenki tudja, hogy ez meg fog történni, és kíváncsi is ő is arra, hogy a Paris Saint-Germain hogyan működik nélküle. Emiatt van az, hogy lecserélgeti alkalmanként, és egyébként, tehát hogy ugyanakkor meg azt jelzi a fontosságát, hogy a hétvégén a Clermont Foot ellen nem kezdett, sőt, tulajdonképpen az abszolút B csapat kezdett a Paris Saint-Germain részéről, csak akkor állt be, amikor muszáj volt. És passza is volt. Így van, így lett egy-egy, de így is bőven belefér ez a Paris Saint-Germainnek, hogy a tök utolsó ellen döntetlent játszanak, mert 10 pont előnyük van 6 fordulóra. Megoldják? Hát talán behúzzák, ugyanakkor meg hát Luis Enrique mégiscsak egy Barcelona legenda. Ő az, aki Töviröhegyire ismeri egyébként a Barcelonát, Töviröhegyire ismeri Xavit, nagyon sokáig futballoztak együtt, szóval ezek az előnyök szerintem lecsapódhatnak a Paris Saint-Germain oldalán, hogy ennyire jól ismeri a Barcelonának a filozófiáját. Milyen teher lesz neki a visszatérés a Barcelonához? Hát látva azt, hogy a francia bajnokságban azért bármennyire is nagy az előny, azért voltak itt olyan meccsek, sőt a BL őszi szakaszában is, amikor akadozott ez a gépezet, még nem igazán találta a kombinációkat sem a védekezés fronton, sem a támadó harmadban, akár építkezési fázisokban is volt ezzel kapcsolatban probléma, mint ahogy nyilván egyébként a BL őszi meccsein nem mindig tehetett az eredménytelenségről. Most itt Barcola helyzeteire emlékszek vissza, aki akár 4-5 góllal is zárhatta volna a csoportkört, és ennek volt egy ilyen 4-5-ös XG mutatója, tehát hogy a kaputorkából hagyott ki mindent gyakorlatilag, de az biztos, hogy előny, hogy ő ismeri ezt a kultúrát, hogy ismeri a közeget, hogy ő ebből egy kicsit ki tudott szakadni, és ez mindenképpen a Barcelona, vagy a PSG ma már hajthatja a vizet, mint ahogy egyébként meg a Barcelona meg hasonlóan talán egy kicsit a Bayernhez, bár nem ilyen nagyon látványos leolvadásokkal, de nincs top mentális állapotban. Na, pedig most pihenhettek. Ez nagyon jó, hogy a spanyol bajnokságban ezt a spanyol kupadöntő miatt minden spanyol csapat pihent egy bő egy hetet, igazából mindenki rá tudott készülni a BL-re. Ennek főleg Guardiola örült. Ennek én is úgy hallottam, hogy Guardiola örült. És még Ancelotti mondta is, még Ancelotti mondta, hát van merre valami, de én pont azt látom egyébként, hogy ahhoz képest, amikor megtörtént mondjuk a sorsolása ennek a mérkőzésnek, ahhoz képest bőven lépett előre a Barcelona, aztán a Napolinak a legyőzése, főleg a visszavágó azért nagyon szépen mutatja azt, hogy milyen taktika az, ami működhet igazából a Paris Saint-Germain.
Magas letámadás, ezzel egyébként küzdik a Paris Saint-Germain a francia bajnokságban is. Hogyha jön egy olyan csapat, akik szétpresszingelik őket, akkor nehéz nekik a labda kihozatal. Nincs igazán meg a hatos poszton olyan játékos, aki képes ezek alól kiforogni. Ugyanakkor meg, hogyha megindulnak, akkor para van a Barcelona szempontjából. De hogyha ezt sikerül megoldani, és lehet azt fogják mondani, amire Luis Enrique biztos, hogy alapozni fog, hogy jó, legyen nálatok a labda többet, majd hosszú labdákkal átjátszunk igazából titeket, és Kubarsira bőven lehet ilyen szempontból építeni. Az ő hosszú labdái, ezek bőven ülhetnek, és akár a másik labdákat összeszedve, hogyha Lewandowskira mennek ezek a labdák, vagy ha van terület, mert magasra húzza a védelmi vonalat a Paris Saint-Germain, ami is szintén elképzelhető, ott azért meg lehet etetni igazából a széleken mindenképpen a Paris Saint-Germain. Szóval látszik az, hogy hol verhető a Paris Saint-Germain, ettől még a Paris Saint-Germain az esélyesebb. Azt akartam kérdezni, hogy szerinted tud komoly nyomást helyezni a párizsiakra a Barca, amit a Dávid ugye prognosztizál? Tud, hát azért a Barcelonában megvan ez az intenzitás labda nélküli fázisokban is, bőven, és szerintem a Paris Saint-Germain pedig nem fog kinyílni, független attól, hogy hazai pályán játszanak. Ugye azért itt a klub tradíciókat szerintem nyugodtan be lehet hozni, hogy megengedheti egy ilyen meccsen egy nagy nevű, jó kerettel rendelkező, minőségi játékosokból álló csapat, hogy hazai pályán beálljon, vagy berendezkedjen kontrázni. Amíg ezt, majd nyilván beszélünk erről, és a Real Madrid nem biztos, hogy meg tudja tenni a Bernabeu-ban, addig a Paris Saint-Germain hazai pályán senki nem fogja őket igazából kinézni. A Paris Saint-Germain megtehetné, csak Luis Enrique ezt nem fogja hagyni. Mert Luis Enrique az Luis Enrique, ő sosem enged a saját elképzelésével, neki kell a labda. Ezt nem fogja feladni, ebben biztos vagyok. Szerintem egy picit ebben, hogy is mondjam, lehet, hogy konzervatív álláspontot fog most hozni. Pontosan azért, mert a kicsit mélyebben védekező csapatok ellen azért a Barca tudott szenvedni ebben a szezonban, pláne úgy, hogy a középpályájukon mi a helyzet. Tehát ugye fel kellett tolni hatosnak Christensen, aki nem biztos, hogy most tud játszani, és ugye kiestek azok az igazán labdaügyes játékosok, Pedri, illetve Frenkie de Jong, hát most akár az Gavit is ide sorolom, akik a középpályáról, belső középpályáról tudnak úgy forgatni, meg nyomás alól ki tudnak. Pont ezért lesz direktebb a Barcelona, nem? Mert hogy tulajdonképpen valószínűleg a Fermín López-Gündogan 8-as duót fogja választani. Több mint valószínű. Hát és ugye emiatt nem fogja tudni ezekkel a játékosokkal Xavi a labdás kontrollt annyira tartani. Úgyhogy emiatt sokkal direktebb játékot várok pont emiatt a középpályás. És maradjuk akkor az összeállításnál, már mondtad Kubarsit és az ő komoly íveléseit, labdáit, amellett ugye említetted Fermint, de akkor még esetleg a fiatalok közül Yamal is, vagy akár Fort is szerepet kaphat, hogy látod? Szerintem Fort nem. Nem, azt nem hiszem. De egyébként szerintem egy nagyon tehetséges srácról beszélünk, ő is még csak 17 éves, és még keveset játszott a Barcelona, de már látszott, úgyhogy poszton kívül is egyébként mennyire jó futballista lesz. Én el tudom képzelni azt, hogy Rafinha és Lamine már egyszerre lesz a pályán. Egyik Rafinha valószínűleg a baloldali félterületben játszhat, és szerintem egy területszűkítésre fog a Barcelona játszani, ami nagyon veszélyes Mbappéval, de szerintem egy magasra húzott védelmet fognak lehúzni, úgyhogy közben egyébként szűkítik elő a területet, és pont ezekből a megindulásokra lehet szerintem számítani. Benne van a veszély, de benne van a nagy nyerési lehetőség. A Barcelonának szerintem az elsődleges célja az, hogy ne kerüljön hátrányba a Párizsban, viszont a Paris Saint-Germainnek nyernie kell otthon. Hát, hogyha már beszéltünk Luis Enriqueről, és nagyon jól ismeri Xavit, akkor beszéljünk magáról Xaviról is, hogy most akkor megy, marad, mi lesz vele, most leginkább ugye azt hallani, hogy próbálják bármiáról elvenni, hogy maradjon. Te is ennek örülnél? Hát, ez nagyon nehéz kérdés, mert szerintem ahhoz, hogy ő meggondolja magát, ahhoz szerintem valami nagyon nagy dolognak kell történni. Ebből a hátrányból visszaelőzni a Real Madridot és bajnoknak lenni, nem sok esélyt látok erre, vagy bajnokok ligáját nyerni, erre se látok feltétlen sok esélyt. Tehát, hogy valami ilyesminek kell történnie, és ő elsősorban nem a klub pozíciója miatt, nem a játékosok miatt, nem a vezetőség miatt, hanem a médiától kapott nyomás miatt mondta azt, hogy jó, akkor nekem ebből elegem van. Most azt el tudom képzelni esetleg, tehát ez megint összeesküvés elmélet, hogy hát, ha azért dobta ezt be, hogy a Már bocsánat, ne baszogassa annyit igazából a sajtó őt, és egy kicsit nyugodtan tudjon dolgozni, de hát azt viszont abszolút látszik, hogy mennyire frusztrált, ahányszor kiállítatja magát, ami benne ragad ezekben a játékvezetői, apró játékvezetői döntésekben. Igen, ez a sok reklamálás feltűnő. Ez azért nagyon látványos, nem nagyon látom azt, hogy Xavi meggondolná magát és tudna maradni, ahhoz van tényleg valami egetrengető dolognak kell. Szerinted is ilyen menedzselési gondjai vannak? Tehát, hogy nem a csapat menedzselés, hanem inkább ezt az egész, ami ezzel jár mostani profi fociban, ez nem megy neki?
De akkor ez felvet elég hosszú távú és olyan kérdéseket, ami az egész edzői karrierjére kihatással van. Mert én egyébként persze megértem azt, hogy menjen Angliából kisanyjuk. Na, tehát ezt akartam kérdezni, tehát akkor melyik kis pad a megfelelő, akkor tényleg a keleti meg arab világban, ott nincs nyomás, és hihetetlen sok pénzt kapsz. MTK-hoz nem scoutolod? De. Ne viccelj. Én edzőt, Horváth Dávid helyére, akkor sem mozog a Sávi. A viccet félretéve, ha most tényleg azt mondja, hogy ő nem bírja el ezt a nyomást, és nem tudja kezelni azt a pressziót, ami ezzel a státusszal, meg ezzel a titulussal, ezzel a beosztással jár, hát akkor biztos, hogy neki való ez a szakma, és ilyen szinteken, hogy top bajnokság, top csapatánál, ahol komoly elvárások vannak, azt valahogy kezelni kéne. Úgyhogy számomra inkább ez vet fel kérdéseket, mind a mellett azért eszembe jutott egy vicces jelenet, és ha sikerül meggyőzni arról, hogy folytassa a munkát, azért bőven lesz mémesítés, amikor Leonardo DiCaprio Jordan Belfort szerepében azért, hogy vádalkut, vagy jobb vádalkut tudjon kötni, azt mondja, hogy elhagyja a Stratton Oakmontot, de mikor látja a csillogó és aggódó szemeket vele szemben, akkor meggondolja magát két perc után, hogy nem, mégsem megyek sehova. Mégsem megyek sehova, és utána felrobban az öltöző. A Netflix oda bemehet forgatni abban a pillanatban, amikor meggyőzik Xavit a maradásról. Egyébként számomra nem biztos, hogy nagyon pozitív üzenete lenne Xavi személyes története szempontjából, hogyha bocsánat, kicsit segget csinálna a szájából, hiszen már deklarálta azt, hogy a szezon végén távozik, és ehhez képest akkor mégis meggondolná magát. Közben elnézést, hogyha rezgett a telefon a Phil Foden rajongó tábornak a legjelesebb képviselője, mondhatom, elnöke csörgött be Militár Iván személyében, egyébként megérezte, hogy mindjárt a kedvencéről fogunk beszélgetni, de még hogyha a Real Madrid Manchester City mérkőzésre párharcra eltérünk, hadd mondjam el nektek, hogy a kisfiamat ez hozza a legjobban lázba, sokszor mesélek róla, hogy imádja a focit, és Ander ezt kérdezgeti tőlem, hogy szerinted innen ki megy tovább, és ő azt állítja, hogy szerinte már megint a Real Madrid lesz az, aki el tud ebből a párharcból. Ezt a párharcot a Real Madrid? Nem, hogy a Real Madrid lesz az, aki megnyeri a BL-t, ő ezt mondja, és ezért nyilván ők jutnak tovább. Hát ez egy okos fiú. De hogy ezért ez most nagyon nem egyértelmű, nem? Áronka egy nagyon aranyos kisfiú, ezt így személyesen is mondhatom, hogy tapasztalom, tényleg tök jó, hogy így rajong a futball iránt, de hát nem hiába Gerivel ülök még itt egyelőre. Azt azért tegyük hozzá, hogy... Bárjál, az előbb volt, hogy okos fiú. Én átadom neki a helyet. Tehát, hogy azért nem a Real Madrid szokott ebből a párharcból tovább jutni, és persze mindenki arra emlékszik, amikor Rodrigo az utolsó pillanatokban egy duplával kirúgja a Manchester City alól itt az elődöntőben, és bejutnak a döntőbe, mindenkinek ez fog eszébe jutni. De ha valaki mélyen utána néz, akkor azt látja, hogy hát a Real Madrid általában pórul szokott járni ezeken az összecsapásokon, és egyébként azon a mérkőzésen, vagy azon az összecsapáson is, hát inkább ne a Real Madridnak kellett volna kiesni itt a 180 perc játék után. Na hát egy ilyen gyönyörű antré után véd meg a Real Madridot. Még mindig gorra játszák ezt a játékot, akkor is, hogyha a Rodrigót másodjára véletlen fejbe csapta az alapot. Mert ugye az egy olyan beadás volt, hogy előtte 3 méterre valaki megcsúsztatta, ugye? Igen, tovább csúsztatta. Igen. Tehát, hogy ha ott nem történik az a kicsit vétlen belecsúsztatás, akkor szerintem Rodrigo rossz ütemben kapja, vagy rossz helyzetben kapja a labdát. Na de várjál, mi szól a Real Madrid mellett? Egyrésztről ugye Guardiola, már erről tettünk egy kis említést, hát kicsit kiakadt, hiszen 21 nap alatt 7 tétmeccset kell lejátszania, és hát nyilván itt az FA Kupa szervezőire mérges le inkább, mert ugye a visszavágó utáni hétvégén nem vasárnap, hanem már szombaton pályára kell lépni a csapatának. Nem értem tényleg. Tehát Magyarországon simán elhalasztanak egy-egy meccset, itt meg nem bírnak? Nekem egy nagyon bölcs ember azt mondta, 80 fölötti, hogy amikor panaszkodik arra, hogy idősen minden reggel fáj valamelyik végtagja, akkor a feleségem mindig azt szokta neki mondani, hogy hát ha ezzel probléma van, akkor évtizedekkel ezelőtt meg is lehetett volna halni. Nyilván benne van a morbid humor. Nem kellett volna az FIQ-ban majdig menetelni, akkor nem lenne ki lehetett volna esni az FIQ-ban, nem lenne ezzel probléma. Hozzátéve, hogy erről egyébként meg tényleg nem a Real Madrid tehet, hogy
ott be tudtak illeszteni egy olyan hétvégét, amikor a spanyol kupa döntője miatt, ugye amikor két csapat érdekel. De mi van, ha a Madrid vezetőit etették? Na mindegy, ez most... Perez és a boríték. Érkezett a boríték az FA-nek. Így történt. Nyilván ebben van igazság, valóságtartalom, nem csoda, hogy Ancelotti is igazat adott neki, mert hiszen... De ő azt mondta, hogy ez nem fogja befelsolni. Ilyenkor mindig az a kérdés, és ez mondjuk ilyen nemzetközi nagy tornákon is felszokott merülni, hogy esetleg könnyebb ágra kerülünk bizonyos eredmények végén, és akkor az vajon jót tesz-e az adott csapatnak, vagy nem. Ez a nagy pihentetés is mindig egy nagy kérdőjel, és utólag tudjuk csak megmagyarázni, hogy az, hogy ki tudtak ülni 9-10 napot, az leülteti a csapatot, vagy épp a regeneráció kerül előnybe. Míg a sokkal többet játszó csapat, az mégiscsak lendületben van, meccsrutinból nem esik ki, vagy a meccsterhelésből. Én igazából itt azért Ancelottival tudok egyetérteni, nem hiszem, hogy csak és kizárólag, vagy leginkább ez befolyásolná ezt. Én erre azt tudom mondani, van egy párhuzam, és aztán mindenki átélte az életébe, ti is, meg a nézőink is, hogy amikor az van, hogy csütörtökön lesz a matek dolgozat, de azért hétfőn bejelenti a nyelvtantanár, hogy témazáró csütörtökön lesz bejelentve, és mindenki azt mondja, hogy kit érdekel, én magammal foglalkozom. Tehát az FA az saját magával foglalkozik, ő a legnagyobb nézettséget szeretné a saját eseményére, hát és akkor kiszív a diák esetben Pep Guardiola. Na jó, menjünk tovább egy olyan témával, ami szintén egy kicsit akár felbőszíthetett egy játékost, aki lehet, hogy most még jobban meg akarja majd mutatni magát. Nem másról van szó, mint Erling Haalandról, vagy Holland, vagy Haalandnak, ez egy újabb ilyen. Krisztofot kérdezzétek már meg, mert akkor úgyis a megírja. Krisztof beírja. Jó, na mindegy, szóval ez a magas fiú, ez most nagyon magas labdát kapott Roy Keane-től. Szoboszlai barátja. Igen, a copfos fiú. Szóval, hogy nagyon-nagyon magas labdát dobott Roy Keane, le is csap, mert hát negyedosztályú játékos szintjén áll játéktudás terén, ezt mondta róla. Szerintem egyébként ez felháborító, de én mielőtt válaszoltok, lenne olyan nektek, akinek ilyet mernétek mondani? Leginkább magyar és mondjuk válogatott játékos? De ez milyen aranyos. Milyen kedves. Mi mondja, hogy válogatott játékos. Állj bele valaki. Összeverhetnéd magad. Szívesen a következő. Böde Daninak, tudod, volt válogatott. Én erre azt tudom mondani egyébként, hogy tehát, hogy Roy Keane-nek a szavára azért annyira nagyon ne adjon szerintem senki. Még a United szurkolók se. Tehát ő az, aki beleszáll Jürgen Kloppba, ő az, aki szerinte Solskjaer alatt tök jó volt a Manchester United, csak nem akartak eléggé, azért nem lettek igazából bajnokok. Tehát, hogy hát, hogy is mondjam, tehát, hogyha ha kell mondani, de mindenki azt hiszi, hogy mondjuk Angliában a panditok, azok mindenképpen felkészültebbek, mennyivel jobban látják a játékot. Hát erre azt tudom mondani, hogy persze van ilyen csatorna, meg van ilyen megszólaló, hogy ki nem az. Hát ő abszolút a legalja, ő azért van ott, aki mond erőseket, és utána... Lehet sajtóztatni. Erős gondolatok, ki lehet írni jó nagy feliratokkal, sok követőt fog hozni, de hát rohadt nagy marhaság. Egyszer egy MTK Debrecen meccsre azt hiszem, de nem vagyok benne biztos, az egyik top menedzser elhívta Magyarországra, és azt hiszem, hogy így fölállt nem a meccs végén, hanem közben is hazament, tehát hogy nem igazán hozta lázba állítólag a mérkőzés, de van az nagy dolog, nem, hogy el tudott... Ez Roy Keane volt? Igen, úgy hallottam, de nem mondod Dávid nevet, bocsánat, úgyhogy vissza kell, hogy kanyarodjak, szóval kibeállnál bele? És én nem állni bele a magyar válogatott játékosokban, ne idegesítsél föl. Vannak más csapatok, más játékosai, akiket szerintem megérdemelten kritizálok, de nem azért kritizálok én embereket, mint ahogy Roy Keane, mert hogy hát és éppen nem szimpatikus a magas copfos szoboszlai haverja, tehát azért, hanem inkább azért, mert hogy rosszul játszik. Nicholas Jacksonnak a befejezéseit rendszeresen kritizálom, és szerintem meg is érdemli. Te ősz, Geri. Ja, nevet kell mondanom, értem. Nem fogok én sem ilyen nevet mondani, mint ahogy egyébként tényleg a kritika nem azért van a részünkről, de akkor nem Dávid nevében beszélek, hanem csak a saját nevemben, hogy utána azt hetekig, hónapokig lehessen gyúrni a nemzeti sportsajtóban. Most őszintén negyedosztályú játékos. Nem, hát ez egy nyilvánvaló túlzás. Roy Keane a zsémbes fickó ebben a műsorokban, aki mindig ott morog valamit, és hát itt is tulajdonképpen a harmadik mondata volt az, hogy elmondta az erényét egy mondatban, hogy világklasszis befejező.
De hát a general play, ugye ezt a kifejezést használta, az általános játék az egy negyedosztályú játékosnak felel meg. Ne röhögtessünk már. Nyilvánvalóan nem gondolta komolyan. Az elmúlt három szezonban, amikor ugye topligában játszott Holland, mindegyik bajnoki szezonban 8 gólpasszig jutott, és azért volt itt a Zvezda ellen egy nagyon jó gólpassza, nem is tudom, talán az Arsenal ellen volt, talán De Bruyne-nek egy nem, ezt jó gólpasszig. Tehát, hogy mennyi Dortmund meccset látott valószínűleg Roy Keane az elmúlt szezonokban? Szerintem egyet se. De nyilvánvaló, meg vitán felül áll, hogy Hollandnak nem elsősorban a visszalépkedései, ott a vizsönje, a területbe indításai, nyomás alól való kiforgás az elsődleges feladata, hanem inkább a befejezés is, hogy folyamatosan konstans veszélyt jelentsen a támadó harmadban, vagy leginkább a boxon belül. Ez egy olyan kiszólás volt, ami nyilvánvalóan túlzó. Én egyébként csináltam már egy ilyet, valamelyik La Liga felvezetőben Baumstark Tibi ült mellettem, és én azt mondtam egy Valencia meccs előtt, hogyha én a Valencia edzője lennék, és Baumstark Tibit vagy Diakhabit tudnám betenni a kezdő csapatba, akkor én Baumstark Tibi mellett tenném le a voksomat, ami nyilván egy poénos kiszólás volt, és csináltak is belőle egyébként promó videót, ezzel promotálták a nagyon felkészült szakembert azon a tévécsatornákon. Tehát, hogy amikor szerintem ezekből a kiszólásokból látszik az, hogy hülyéskedés az egész, az egy pozitív dolog, persze. De amikor ez direkt azért bántó, hogy utána hetekig lehessen erről csámcsogni, erről beszélünk már 5 perce, jó reggelt kívánok, hatást megtette a dolog, akkor én azzal annyira nem értek egyet. Mindenesetre elhangzott itt tőlem Böde Dani neve, de csak amiatt, mert nekem azért ugrott tőbe, mert emlékezhettek, hogy őt nem egy szakértő, hanem a saját edzője volt, mert Robi nem tartotta akkor NB1-es színnek, és NB3-ba száműzte, és hát ugye látjuk, hogy azért még megállja a helyét ő is, úgyhogy Danit ilyen tekintetben dobtam csak be, és megyünk tovább egy másik játékossal, Phil Fodennel, úgyhogy Iván remélem, hogy most itt van velünk, de itt is lesz. Csörög rá Ivánra, hogy mit gondol Foden a világ? Van annyi időnk? Mennyi parkolást indítottál? Hát figyelj, azt kell mondjam, hogy kedden ő lesz majd a Chiefs után van a meccsen Gerivel. Hát ez egy ilyen másfél-két órás adás lesz, Szabi, te is készülj, viszont... Igyekszem bedobni ezt a témát ott is. Te már megint hív. Na figyelj, Iván, tényleg nem érünk rá. Mi lenne, ha lehakítanád azt a telefonát? Egyébként bevallom őszintén, megígértem neki, hogy szó lesz majd Phil Foderről, és szerintem tényleg szeretném. Volt már? Benne vagyok már? Benne volt, mondtad? Viszont itt most Kerekes Tomi szerkesztő kollégám külön kérése volt, hogy ezt olvassam be. Ebben az idényben egyértelműen szintet tudott lépni Phil Foden, akinek karrierjét fantasztikusan építette fel Pep Guardiola. Dávid, Barcelonában tanulhatnának tőle? Ez nem kérdés, ez egy állítás. Már Guardiolától tanulhatnak, vagy Fodentől tanulhatnak? Hát nyilván Guardiolától persze lehet tanulni, ugyanakkor meg Fodentől is lehet tanulni, szerintem a fiatal játékosoknak. És tényleg borzasztó jó szezonja van. Tényleg elképesztően sokat lépett előre. És itt, ha már Kerekes Tomit említetted, itt behozta itt nekünk a Jude Bellingham-es párhuzamot, ami tényleg, tehát hogy az van, hogy Foden 21 gól, 10 gólpassz, Bellingham 20 gól, 10 gólpassz. Igen. Csak Bellingham egy kicsit többet volt sérült, mint Phil Foden, és hogyha lebontjuk ezeket a mutatókat 90 percre, akkor 0,77-es a gól plusz gól passz mutatója Phil Fodennek, ami nagyon magas. Egy Jude Bellingham 0,92. Tehát azért óriási ezért különbség. A számokat persze, tehát azért óriási különbség. Bellingham szerintem egy jobb játékos, mint Phil Foden, de Phil Foden nagyon nagyot lépett előre ebben a szezonban, és olyan szempontból egyébként jobb játékos Foden, hogy egy univerzálisabb játékos, aki több poszton képes játszani, de hogyha mondjuk mind a ketten mondjuk, ha mondjuk Foden éppen dupla tízest játszik, akkor én Bellinghamet választanom arra a posztra, nem Phil Foden. Mindegy Phil Foden rajongó tábor, most meg két tagú, mert Tomi is belépett. És szeretnéd, hogy három tagú legyen? Hadd halljuk. Bellinghammel szemben? Nem hiszem, hogy ez menni fog. Az nyilván, hogy a pálya szélén azért valószínűleg többet tud tenni a csapat játékához támadó harmadban, mint például Bellingham, de ha már sok poszton bevethetőségről beszélünk, akkor szerintem Bellinghamnek sincs oka szégyenkezni ebben a tekintetben. De hogy 2-3 évvel ezelőtt volt talán Guardiolának egy olyan nyilatkozata, hogy melyik az az egy játékos a Manchester City keretében, aki soha a világon nem adna túl, vagy soha az életben nem adna túl, és ő Phil Foden nevét mondta, tehát azért ez tényleg egy nagyon tudatos és olyan beépítése és felépítése egy játékosnak, ami nem egy
training camp alatt dőlt el egy nyári átigazolási szezonban, hanem nagyon tudatosan készültek erre. És ugye ezeken a mutatókon keresztül nagyon fontos, hogy szerintem mi nem lepődtünk meg legalábbis, hogy Phil Foden ilyen jó játékos, csak most jöttek ki belőle igazából a gólpasszok. Na innentől be gyorsítjuk egy kicsit a folyamatot, gyors kérdés, gyors válasz. A Real Madrid 2 vagy 3 támadóval rohamoz majd, Dávid? 2, én azt gondolom, hogy 2-vel, és szerintem nem fog bekerülni egyébként hosszabb ebbe a csapatba, hogy ez volt a kérdés. Tehát akkor kik lesznek? Hát gondolom Vinicius, illetve Rodrigo lesz elől. A Bilbao ellen sem változtatott ezen azért Ancelotti. Most tulajdonképpen ez a kétékes, elmozgó csatáros játék viszonylag jól áll, főleg a spanyol bajnokságban a Real Madridnak kifejezetten hatékony, és ugye Vinicius is az elmúlt hetekben megtalálta a gólövő cipőjét, egyre több kanadai pontot szed össze, a Bilbao ellen ugye Rodrigo tudott duplázni, és egyébként azon a meccsen le lehetett mérni Rodrigo nagyon nagy tragédiáját, hogy Vinicius miatt van az, hogy ő nem tud a bal oldalról, bal szélről, vagy bal oldal, ha két csatáros játék bal oldali félterületből befelé cselezni, amit egyébként a Bilbao ellen góllal zárt az egyik ilyen akciója után, mert Vinicius deklaráltan az első számú választás oda. És itt jön a rohadt nagy kérdőjel egyébként, nem a Manchester City ellen, Mbappé, hanem a nyári átigazolási időszakban, hogy akkor Kylian Mbappé most akkor hegyre halmot? Vagy igen, vagy bele ne menjünk ebbe a témába. Kettő csatár, ez a rövid válasz. Akartam, hogy a gyors kérdés, gyors válaszból a Dávid értett, hogy mire gondolok. Na mindegy, javíthatsz. De én perc alapon számlázom. Igen, akkor viszont hosszan felcske léci, hogy a Real Madrid ebben az idejében ugye azért az átlövésekre nyugodtan mondhatom, hogy támaszkodik. Itt is láthatunk akár ilyeneket. A bajnokságban már 8 gólt szereztek, ez volt a gyors kérdés. Igen. Ez kicsit kényszer, meg kicsit egyébként rá is ültek erre a szituáció, mert jó átlövők vannak, Bellingham, Kroos, Valverde, mind nagyon jó átlövők, de kényszer is, mert nem tudják eljutatni a 16-oson belül olyan sokszor a labdát, ezért sokszor kívülre kell átlövéssel megtörni az ellenfelet. Militao, játszik, nem játszik? Hát szerintem azért ilyen hosszú sérülés után az nem úgy van, hogy egy pillanat alatt egyik napról másikra be lehet vetni. Ancelotti is jelezte, hogy valószínűleg nem lesz még hadrafogható. Játékkép, Dávid? Valószínűleg a Manchester City szét fogja pressingelni egyébként a Real Madridot. Ennek a mértéke lesz a kérdés, mert hogy Guardiola tavaly úgy nyert BL-t, hogy idegenben konszolidáltan, hazai pályán szétpresszingeltek mindenkit, és tulajdonképpen az, ami be is vált itt a győzelem tekintetében, ez az a kérdés, hogy mennyire fogja neki ereszteni a csapatot a Real Madridnak. Szerintem ezen a jó taktika, mert a Real Madrid ezzel gondokba lesz, és tud küzdködni, és akkor azért hát ott elég para lehet tulajdonképpen. A City egy ilyen oktatást csinált, amikor legutóbb találkoztak egymással. Guardiola szerintem tanult azért az elmúlt BL szezonokban olyat, hogy jobban menedzselje azt, hogy itt kettő meccses párharc van, és nem kell az idegenbeli meccsen tovább jutni, és 4 góllal hát hazazavarni, már otthon vannak, mindegy, az ellenfelet. Szerintem ezt hasonlóan fogja most felépíteni, hogy inkább egy szoros meccset játszanak, lesz pressing bőven, de nem olyan, ami az első percről az utolsó percig fog tartani, inkább ilyen szakaszosan 10 perceset a pokra lebontva talán így. Majd óvatosság kell egy-két játékosnak, ugye Vinny Junior, Bellingham, Camavinga vagy éppen Tchouaméni is veszélyeztetett, ami a sárga lapokat illeti, tehát ha ők besárgulnak, akkor ki kell hagyniuk a visszavágót. Ezt gondoltam ilyen záró gondolatnak, de még jön a 7 kérdése, ami így hangzik: hány spanyol csapat jut a Bajnokok Ligája elődöntőjében? 4-et nem mondjatok, mert csak 3 van. 3 van. Én azt mondom, hogy egy legalább bejut. Hát én meg azt mondom, hogy maximum egy jut be. De ki az az egy, ezt elmered mondani? És te? Hát a Barcelona, de egyébként az Atletico Madrid. Én is azt gondolom, hogy az Atleti lesz az egyetlen, amelyik meg. Legyen 2, és ti is írjátok meg, hogy ti mit gondoltok. Kövessetek minket, mindenképpen a mérkőzések után, a Sipszó után következik, tehát ahogy hallhattuk, kedden, szerdán és csütörtök este is, és lesznek egyébként kézilabdás Sipszó utánok is, úgyhogy nagyon-nagyon komoly tartalommal bírunk ezen a héten. Ha nem tettétek, iratkozzatok fel. Ez volt a mostani Esélylesők Európa. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello!